kapnak, és ami visszaverődik, az alapján látjuk, hogy minél színűben generezetik. Tehát ezek a robotok is ugyanúgy működnek, ilyen értelemben, mint mi. Idén először ebben a tanévben kellett általános iskolásoknak pályaorientációs napot tartani. Ezért is rendezték meg szombaton, hiszen tanítási napot kellett tartani, de így mégsem tanultak a gyerekek, hanem érdekességeket láttak. Mit a Dózsában ebben a tanévben kezdtünk el egyébként is egy picit szorosabban együttműködni környékbeli általános iskolákkal, így a belvárosi, illetve a kertvárosi általános iskolásokkal volt már több közös programunk rendhagyó technikaórák keretében, amit szintén pályorientációnak minősítettek ők is, illetve mi is, úgyhogy most ezt fogjuk mi egy picit kiegészíteni. A tanulók robotika programozás 3D nyomtatás témakörben egy 45 perces előadáson vettek részt. És gyakorlatilag ez kész a kulcstartónak az alapja. Ha most ezt így megnézitek, ez így még nem mutat semmit, de mindjárt varázsolni fogok egy kicsit, ugyanis ezt a részt, ezt fogom, és egyszerűen azt mondom neki, hogy ez egy kicsit emelkedjen ki ebből a síkból. És hopp, már is kiemelkedett. Utána a közepét is azt szeretném, hogy emelkedjen ki, és nem is 7 milli, hanem legyen 5 milli, oké. Már meg is van a kulcstartónak az alapja. A robotika a Dózsában már 2011-12 óta működik, viszont idén volt lehetőség a legmodernebb eszközökhöz is hozzájutni. Van 13 LEGO robotuk, amit oktatási célból hoztak létre a gyártók. Ezáltal a robotikát, programozást, kódolást lehet a gyerekeknek megtanítani. Ezeken keresztül lehet később fejleszteni majd a tudást, és adott esetben már felnőttként, vagy főiskolásként, egyetemistaként a mérnöki irányba tovább menni. Mi most ezt próbáljuk meg a gyerekeknek, természetesen egy 45 percben abszolút nem lehet még a kezdeti lépéseket sem megmutatni, ugyanakkor nagyon-nagyon látványos a robotoknak a működése, és azonnali sikerélményt ad a diákoknak. Az előadás a gyerekeknek tetszett, és nagyon érdekesnek találták.